Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm az Alasport nézőit. Elkezdődött a harmadik összecsapás a Falco, illetve az ETE között. 1-1 áll eddig a párharc, és most harmadjára itt Szombathelyen csap össze a két együttes. Tiszta kékben az ETE, tiszta sárgában pedig a Falco gárdája is. Azonnal mondom a kezdőket is. A vendégeknél a szokásos ötös, a pályán nullással Kini, hármassal Radics, ötössel Szabó, hatossal Vón, illetve 11-essel Benke, és Kininél van egy falt. A házigazdáknál 9-essel Perl, 10-essel Váradi, 15-essel Borisov, 25-essel Steve Taylor, illetve 40-essel Derin Gavens. Bence Tamás, Henrik Róbert, a Zalaiak két mestere, és Zrecsko Szekulovic dirigálja a Szombathely gárdáját. Földházi Tamás, Tőzsér Dénes, valamint Minár László, pedig a három Spori és Páli Kálmán a komisszár a mai mérkőzésen. Tehát ennyi a statisztika, nézzük a meccset. Gavens egy picit hosszúra tette föl palánkra a labdát, és jöhetnek a Zalaiak. Kini annyit gyorsan előre, és elnézést kérek, én megpróbálom majd az eredményjelzőt kezelni, amennyire tudom. Órát nem vállaltam, ezt le is vettem a mai meccsen, de az eredményjelzőt mindenképpen próbálom a helyes állásba irányítani majd. Szabónál a második falt, az újabb falt az Alaiaknál, tehát 0-2 csapatszinten. Aztán alapról most már jöhetnek majd a szombathelyiek. Taylor, Perl. Elmegy az alapvonal felé, és egy zsákolás. Taylor szerezte a találkozó első kosarát. Kini egy pillanatra talán volt egy levegőnyi szünet, amikor felemelhette volna, de még sok volt a támadóidőből, most viszont már csak 7 másodperc 6. Ott marad Radics, elvállalja, ez lejön, és Gavensé a pattanó. Másfél perc telt el a találkozóból, egyetlen kosár eddig. Taylor nem sokat játszott Zalaegerszegen, Steve Taylor. Ő szerzi a második duplát. Szabó Vonnal a váltás. Két nagyon szoros meccset játszott a két együttes egymással. Vón löbbölte föl a gyűrű fölé a labdát, de lejött. Perl. Megvan a harmadik dupla a házigazdáknál, a szerzője Perl Zoltán. Nincs teljesen telt ház itt a Szavári arénában. Azért talán a kameraképen is látszik, hogy vannak még helyek bőven. Az zalaegerszegi szektor viszont azért többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy tele van. Azt azért nem mondanám rá, hogy zsúfolásig, de azért sok helyet nem találni itt a palák mögött. Benke, ez sem megy be. Kívül pattant a labda, marad az egerszegieknél. Steve Taylor kapott utána, már mint a labda után. De nem sikerült neki bent tartani. Alapról Kini. Radics-tól kapja vissza. Kini. Aztán Zitzerig vitte az amerikai légiós. Váradi. Perl. Ez lejön. Szabói a labda, aztán Kini most már roboghat. Benke beleáll a hármasba. Ez nagyon rövidre sikerült. Gavens. Perl, Borisov, ő is emeli a távolit, ez sem jó. Hátulról érkezett Váradi Benedek, és nagyon sportszerű a fiatal játékos. Most is jelezte, hogy bizony ő róla ment ki, ezért nagyon is szeretem, nem csak a játékáért Váradit, hanem mert ő egy nagyon-nagyon korrekt, kosaras. Kini jöhet. Kini megint elindul, aztán elvállalta a félkezest, de rövidre sikerült.
ott pedig tisztán zsákolhatott Taylor. Ő már 6 pontos. Nyolc, kettő. 6 perc, 10 másodpercet mutat az óra, ennyi van még hátra az első negyedből. Vaughn keresné a dobó pozíciót, ott van mögötte Szabó, Radic, de gyenge horog. Vaughn ki kellett hozni, megint 14 másodpercről indulhattak az alaiak. Ez sem jó. Egyelőre nem találja a dobó formát a Zete. Jó a védekezés a hazaiaknál. Váradi. Per. Taylor, ez most rövidre sikerül, ketten is mentek a labdáért az alaiaknál. Vaughn. Mit csinált Vaughn? Reklamál egy picit a játékvezetőnél Vaughn, aztán nagyon nem firtatta, nehogy esetleg egy technikai kijárjon neki, le is viszi őt most Bence Tamás, illetve lemegy Szabó Zsolt is, jön Mohácsi, illetve jön Horváth Ákos. Gávensz elvállalja a középtávol, itt egy picit hosszúra emelte, de Borisov be tudta pöccinteni. Tíz-kettő, és most értünk a negyed feléhez. Benke, Mohácsi, egyből odazár Borisov. Benke félkezes, ez rövid, elhozza Perl. Nagy lendülettel indulnak, Borisov pedig zitterig viheti. Egy újabb kettes Borisovnál, és 10 közte. És jön is az időkérés Bence Tamástól. Alapról jöhetnek az alaiak. Kini. Két egykori játszótárs egymás ellen, Gavens, illetve Kini. Benke. Radic. Ellépte. Radic. Keddel lesz majd a negyedik mérkőzés Zalaegerszegen. Váradi. Horváth Ákos próbálja megállítani, jó volt a zárás. Taylor. Egy újabb Taylor kosár. Most már 8 pontnál az amerikai fiú. Nagyon beragadtak az alaiak, és már nincs hátra 4 perc. Az első negyedből a sarokból Horváth. Ez is rövid. Gávesz nagy lendülettel.
Váradi, aztán ő is elvállalja, ő túldobta most a kosarat. Kini, aztán Horváth. Ez sem megy be. A második rádobása a távolról Horváth Ákosnak, mind a kettő lejött. Egy újabb Taylor dupla, és ezzel 10 pontos Steve Taylor. Borzasztó kezdés az egerszegieknél. 16-2, és már csak 3 perc van hátra az első negyedből. Innét fölkapaszkodni, az azért komoly energiákat kivesz egy-egy csapatból. Ezt egy picit a közönségnek játszották fel az újabb hazai kosár szerzője. És megint csak időt kell kérnie Bence Tamásnak. Folytatódhat a játék, Horváth Ákos alapról, aztán Kini. Gávens lassítja egy picit az alai támadást, Benke kéri el a labdát, Mohácsi, Kini. Mohácsi, ez is kijön, és Taylor-é a pattanó. Nagyon-nagyon gyenge dobó százalék az egerszegieknél eddig. Jön Váradi. Aztán elhozzák a pattanót, Taylor volt az. El is bent van. 12 pontos már Steve Taylor. Kini a labdával, aztán Mohácsi egyből teszi is vissza hozzá. Horváth. Kini. Félelmetes. Ez egy óriási betli eddig Zalai oldalon. Váradi. Ott van egy falt per Zoltánnál. Kénytelen volt faltolni a fiatal játékos, hiszen ott volt már elő Kini, illetve Benke. Nem tudjon gyorsan fordulni az etek. Most lemegy Váradi, érkezik a helyére Norfit. Bón irányító poszton most, nem szokatlan számára természetesen. Horváth kapja vissza Szabótól. Horváth Ákos nem meri most már feltenni sem, el kell dobni, lejárt a támadó idő. Horváth Ákos egy picit csalódottan mutatott Bón felé, a legnagyobb hibát viszont ő követte, véleményem szerint. Volt egy olyan pillanat, amikor kényelmesen felemelhette volna, de nagyon úgy látszott, hogy az önbizalom nincs teljesen rendben. Gavens. 1 perc, 5 másodperc van még hátra. Mohács az utolsó pillanatban tette vissza a vonal mellől. Bón. Ez már bent van. A horvát most már betalál. De hát
ez még így attól függetlenül nagyon-nagyon kevés. 25, tehát mindössze két kosarat dobott az Ete, egy távolít meg egy közelít. Taylor elhozza a pattanót, ott van Norfleet. És Pellre fúj Minár játékvezető faltot, ő lökött. Faltokat tekintve egyébként 2-2. Most Perl lemegy és jön vissza helyére Várad, ide már csak 25 másodperc van hátra a negyedből, mire kimondom. Von. Kis Raúl. Taylor. Norfleet, aztán Gavens. Ellépte. Reklamálnak a hazai szurkolók természetesen, de fölemelkedett, legalábbis én itt úgy láttam, hogy fölemelkedett a láb. De hát nem én fújok, tehát az, hogy én mit látok, azért sokat nem nyom alatban. Szabó, ez bent van. A végére azért az Ete valamelyest tudott kozmetikázni, dobnak még a végére egy hármast, úgyhogy 28-al zárul az első negyed. Elkezdődött a második negyed, Váradi, aztán Gavens kapja tőle a labdát, 28. Norfleet. Váradi, Gavens. Próbálták ketten is védeni a paszt. Ott maradt Pusztavár. Elütik az egerszegiek, aztán most már leszedi a levegőből Vaughn. Ezzel elárultam, hogy Pusztavár is ott van a pályán 34-es számmal. Horváth. Belefigyelte Gavens, és rávetődött a labdára. Nem is Gavens volt az, bocsánat, nem Taylor. Három amerikai fiú a Falkóban, most a parketten. Taylor, Norfleet, illetve a Gavens. Pusztavár, fehér orosz fiú. Ez jó passz, jó játék Szabó Zsolt. Most éri le a 10 pontot, vezete 20-10. Egy remek zicser, Gavens. Ez volt az első kosara Perén Gavensnek, 22-10, egy perc már eltelt a második negyedből. Vaughn.
megint keresi, hogy honnét lehetne elvállalni, ez lejön, Kis Raúl pedig ment volna biztosítani, de nem tudta belehúzni a gyűrűbe a labdát. Váradi. Norfleet egy hármas. Horváth Ákos, Vón. Jön az árás Szabótól, ügyesen lépett ki belőle Gálenz, de nem tudott beljebb lépni. Vón. Lejön a középtávoli. Gálenz picit megállt. Puszta már. Gálenz elvállalja. Ez így rövid, de Taylornál a ütközés, bocsánat, aztán Pusztavár pedig beteszi már a gyűrűbe. ...27-10. Kón. Ez sem jó. Szabó is elment a labdáért, el tudta ütni Horváth irányába, de elhozzák előle. Váradi, ez lejön, de ez a pattanó is a hazaiaké. Gálenz, az átadásba bele tudott kapni Szabó Zsolt. Jön Benke, illetve jön Mikovics, Kis Raúl, valamint Mahács ülnek le. Kíni is a pályán, de ő a hatodik játékos lenne. Horváth Ákos fog leülni. Alapról pedig jöhet majd Norfleet 27-10-nél. Eddig nagy kedven játszanak a szombathelyiek, Tóth Norbert 13-assal a Falkóban. Norfleet. Benkénél látott faltot. Minár játékvezető. Kettő dobás. Jön Perl, Gávenszt váltja. Jó az első Norfleet, egy pontos. Tetője is Julian Norfleetnek. 29-10. Viccer maradt ki. Nagyon szűket tette föl Kini, ott a gyűrű mellett a labdát, el is akadt. Bele tudtak nyúlni most Pusztavár átadásába az egerszegiek. Ott volt egy lökés, Pusztavártól emeli is a kezét a belarus fiú. 1-1, csapatfaltokat tekintve az állás. Jön Radics, illetve jön Dr. Péter, Szabó, valamint Vón ülnek le. Benke oldalról, aztán Kini eljön a labdáért. Radics. Norfleet, Pusztavár, aztán Perl az alapvonal felé próbált ellépni, nem engedte Dr. Péter, Tóth Norbert, Pusztavár, Mikovicsot verte meg lábbal, ő nyúl előtte keresztbe, ezt fújja Földházi Tamás. Ez volt a második falt az egerszegieknél, nincs egyébként még két faltos játékos a Zetének, a túloldalon viszont Per Zoltán. Kétszer hibázott már eddig Norfleet. Ez lejön, Radicsi a pattanó, nem volt a közelben. Sárga mezes játékos, aki szedje. Tóth Norbertnél egy hiba,
Benkével szemben szabálytalankodott. Neki is az első hibája. Nini. Benke lökte ki Pusztavárt, az alapvonalon túlra emeli is a kezét egyből, Benke Szilárd. Neki viszont már ez a második faltja, mármint Benkének. Alapról jöhetnek a sárga mezesek. Norfit kéri is vissza egyből Tóth Norberttől. Perl. Pusztavár. Ó, a tripla. Benke, ez sem megy be. Kini. Doktor. Norfrit tolt rajta egyet. Nem éri el a gyűrűt. A labda. Jöhetnek a hazaiak. Norfrit a labdával. Perl. Ebbe is bele tudott kapni Kini, aztán indul Benke. Norfrit szabálytalankodik vele szemben. Két büntető dobhat majd Benke. Norfritnak is az első hibája. Az első büntető 5 perc, 6 másodperc van még hátra a nagy szünetig. És a második is lejön, Radics meg beteszi. Ez volt az első duplája Radicsnak. Közte 20. Norfrit. Borisovnak mutatja Norfrit, hogy lépjen beljebb. Tóth Norbert nem vállalta el. Pusztavár viszont igen. Borisovon túlpattant a labda, Kini hozza el. Benke. Gyönyörű. Az előbbi két büntető kimaradt. Most van egy mezőny kosár Benkénél. Elsőre nem ment be, Pusztavár labdája másodikra viszont igen. A Picsinál Radics ment biztosítani, aztán átdobja a gyűrűt 10 centiről. Per pedig üntet. Harmincat 14. Eddig borzasztó hibák az egerszegieknél. Doktor Radicsnak. Mikovics nagyon gyenge. Norfit hozza el. Borisov, ő is fölemeli. Nem megy be. Radics fordulhat. Doktor, aztán Benke. Ez jó. A második duplája Benkének. 36-16. Nem is mozdultak a kék mezesek a labda felé. Perl. Mm-hmm.
Doktornak adtak egy technikait, mert hogy hanyat dobta magát, ezt mutatta földházi játékvezető. Ezt Perl dobhatja. Jó, az egy pontos. És még a fél pálya. Norfit. Pusztavár megugrasztotta Mikovicsot. Marad a labda a sárga mezeseknél. Bónuszban van egyébként a Falkó gárdája, megvan a négy csapathibája az Etének, nem ennél a támadásnál, nem már az előbbinél. Falkkal együtt, Borisov, és még Radicsnál a hiba. És még odaállhat a vonal mögé Milos Borisov. Nél tart a Falkó. Horváth. 2 perc 25 másodperc van még hátra nagy szünetig. Pusztavár. Aztán Norfit. Borisov. Nem jó. Perl, Tóth, Borisov megint egy ugrasztás. Ezt már lefigyelte Vón. Radic pedig nem mert elindulni. Hátul volt biztosítani Norfit. Aztán ráütnek Vón kezére. Pusztavár emeli az ujját a vég felé. Ő jelzi, hogy ő követte el a hibát. Vón. 1 perc, 40 másodperc még. Szabó. Jó a hármas. A második triplája Szabó Zsoltnak. Norfit. Pusztavár. Tóth Norbert kezébe pottyant a labda. Horváth próbálta kisodorni, nem sikerült. Norfit, ez is jó. Neki is két távolia van, ami célba ért. 43-19, és már nincs hátra egy perc az első fél időből. Horváth Ákos. Szabó. Valami félelmetes. Van egy falt, az egerszegieknél is kettőt dobhat Norfit. Norfit jó büntetőzőnek számít. Ő dobhat kettőt. Jön hármassal a Kucsora Csaba. Jó az első közben. És bent van a második is. Per Zoltánt váltja Kucsora. Vón. 45-19. Mohácsi.
Hón. Mohácsi, csak ijesztett egyet. Ott volt Szabó. Nem adta le Mohácsi, aztán szabálytalankodik. Ne lehessen gyorsan fordulni. Egy támadó időnyi van hátra még az első fél időből, amikor dobhat majd Borisov kettőt. Jó az első büntetője Borisovnak. Hón, ahogy említettem, 24,4 másodpercről indult az óra, támadó időnyit mondtam, hát nagyjából annyi, utolsó pillanatban fogja majd az ET eldobni valószínűleg, korábban, de ez rövid, nem lesz már idő fölérni, Horvét. Nem volt rossz próbálkozás, 47-19 az első félidő vége. Hát jövünk vissza remélhetőleg egy jobb második félidővel, majd szűk negyed óra múlva.
elkezdődött a harmadik negyed, 47-19, mínusz 28. A zalaiak szempontjából az állás 27-11-re nyerte a második felvonást a Falkó. Perla labdával Váradi közelebb lép, aztán egy dupla Váradi Benedeknél. Ez az első kosar egyébként a fiatal játékosnak. Kini, Radics, kapott egy csapkát, Radics, aztán az ő lábáról került oldalra a labda, a vonalon kívülre, Gavens, Borisov, Váradi, Perla vonal mellett kapta, aztán Borisov egy dobócsel, közelebb lép, ez is bent van. Átlépi a 10 pontot ezzel Borisov, a Falkó pedig az 50-et. Plusz egyes akció az alaiaknál. Szabó Zsolt is 10 pont fölött ezzel. Volt két triplája. Bón paskolt még oda a labdához, de nem engedte ki Váradi. Bón érte el Steve Taylor kezét, ezért nem ment be a gyűrűbe. Bedobhat kettőt majd az amerikai center. Jó az első 13 pontos Taylor. Kini a labdával, Radics, Szabó, Radics fog pozíciót, Taylor mellett be is tud lépni, aztán ráfognak a labdára, Váradi volt az, Benke, jó a kettes. Váradi, ott van Taylor, nagyon üresen hagyták, ki is használja Steve Taylor. Feltűnő volt, mennyire üresen lépett be szembe a gyűrűvel. Kapta is a labdát. 55-24. Benke. Váradi Gyötri Benkét. Kini a sarokból, kint volt a lába. Gavens, aztán Váradi kapja, Bón védekezik rajta, Borisov nem emeli föl a 675-ösön kívülről, Perl volt előtt a terület, ez rövid, Szabó indítja Kínit, és már volt egy falt korábban Váradinál, ez a második csapathiba a Falkónál, Váradinak az első hibája a találkozón, Kini, csak egy ugrasztás Gavens, lépett, vagy emelkedett föl a levegőből, Vaughn, nem megy be. Ez nem jó ítélet. Radics kezéről ment ki a labda, ez innét tisztán látszott. Odaadják a Zetének a labdát. Szép Radics. Perl.
Borisov elvállalja nagyon messziről, Milos Borisov, Bón pöccintette hátra Radichoz. Szabó. Elveszi tőle Borisov. Váradi. Gravens. Taylor Radiccsal maradott. Váradi lépett be. Lebirkózták közben Váradit. Per pedig betörésből szerez egy duplán. Figyelmeztetik Váradit. Kis Raúl érkezik Benke helyére közben az Eténél. Váradi. Perl, aztán Borisov. Szabó mellett lépne be. Borisov. Jól védekezett most. Legerszegi magas ember. Perl. Nem tudta felemelni. Váradi. 5 másodperc még. Taylor. Megoldotta. Az utolsó pillanatban ejti be az alai gyűrűbe a labdát. Kini. Ez is kiperdül. Gravens. Jaj, de szép befutás. Ezt gyönyörűen játszották le. Borisov lépett be az alapvonalnál, pontosan kapta a labdát. És most már 60 fölött a szombathelyi együttes. Szabó helyére érkezik Mohácsi. Horváth Ákos pedig oldalról jöhet. Jó a kettes. Kininél a 2 pont. Ez volt a második duplája. És Taylornál a falt. Jó a plusz egy is. Taylor. Radics mellett nem tudott belépni. Borisov. A pattanó Horváth Ákosé. Túl vagyunk már a harmadik negyed felén. Kini felgyorsít. Aztán Váradi nyúlt közben rossz ütemben. És ezzel bónuszba kerül a zete. Nem Váradinál fújják a faltot, hanem Gavensnél. Alapról Horváth, Kini. Második olyan dobás a Kininek, ami Zitzernek számít. Újabb Taylor kosár a túloldalon. Kini, Horváth. És van egy időkérés Bence Tamásnál, 65-29.
utolsó pillanatig szólt a zene, azért nem tudtam visszatenni a hangot. Vón, aztán kis Raúl, Mohácsi, Vón megint, jó a befutás, kis Raúl, ez bemegy. Gámez, kevesebb mint 4 perc a harmadik negyedből hátralévő idő. Perl, Gámez emeli föl, a pattanót pedig Perl visszaszerzi. Bónnál látnak hibát, Minár László fújta a faltot. Taylor nyomja vissza Váradi kezébe a labdát, Perl, Váradi, megint végigjátszák a támadást, és egy zsákolással zár Taylor. Radics. Bón. Mohácsi. Jó a hármas. Ez volt Mohácsi Máté első kosara. 67-34. Gravens. Borisov. Mohácsi védekezik rajta. Jó a visszatett labda, Perl. Távol van tőle Doktor. Jó a dupla. 13 pontnál Per Zoltán. Radics. Taylor lökte meg Radicsot, ezt fújják. Jön Pusztavár. A fejére. Radics pedig büntetőzhet. Kettő perc, 20 másodperc van még a negyedből hátra. 69-34, Per gyorsít föl, aztán nem kísérte oldalt Gávensz a támadást, szerintem őt szerette volna megjátszani. Kuhn. Dob egy triplát, de Deontovo. Mindenki is ez az első kosara, igaz, hogy egy hármas. Gávensz. Taylor. Elhozza Radics, kíséri Vón, csak ijesztett egyet. Radics a pontszerző. Harminc közte, 69-39. Váradi. Mikovics kis Raúl helyére. Gávensz. Perl nem vállalt el kintről. Ott van Taylor, kapja vissza Perl. Pusztavár. Jó a dupla. 9 pontos ezzel Pusztavár. Kettőt dobhat majd. Bond Gávensznek a második faltja.
Jön Claude Norbert, Steve Taylor helyére. Bone pedig büntetőzhet. Jó az első. És jó a második is. Gavens. Váradi kapja, egész kilépett, vagy távol lépett. Aztán a sorokból felemelve egy hármast. Mohácsi, egy ijesztés. Bón nem emelte föl, Mohácsi sem tudja Gavenstől. Radics. Ez meg rövid. Perl, aztán Gavens kapja. 15 másodperc még a negyedből. Pusztavár, ez hosszú. Radicsi a pattanó. El kell dobni a vonnak. 74-41. Három játékrész után az állás. És jön az utolsó felvonás. Elkezdődött a záró negyed, az aljak támadhatnak. 33 ponttal megy a Falkó. Doktor. Von. Doktor Péter. Mikovic fölött átpattant a labda, nem tudta szedni. Aztán Mohácsi faltolja Perzoltát. A második faltja Mohácsinak. Arról Váradi, aztán Tóth Norbert kapja tőle, kéri is vissza egyből Váradi. Pusztavár, Norfried. Pusztavár, kisodorták a kezéből a labdát, Kis Raúl. Most ezt meg lehet nézni videón. Gyötörte egymást Kis Raúl, illetve Váradi Benedek, de köszönjük, hogy a megszívás 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 köszönjük, hogy a megszívás
Váradi dobhat kettőt. Jó az első. És a második is becsorog. És még akkora fél pálya természetesen jár a Falkónak, a ítélet jogosságát azt vitatom annyiban, hogy Váradi Benedek ugyanúgy vétkes volt, csak be tudták sodorni az egerszegiek, szerintem ott hozzáért még egy kéz, legalábbis az alaiak részéről, és az is lehet, hogy anélkül is bement volna. Pusztamár, megvan a 80 pont. Átlépi a 10 pontot ezzel Alexandr Pusztavár, 80-41, lassan 40 lesz közte. Bón beemel egy hármast. Dionta Bón. És Raúl helyére jön Horváth Ákos. Valamivel több mint másfél perc telt el az áronegyedből, Bón pedig kini váltja. Mohácsi. Norfét mutatja Pusztavárnak, hogy lépjen át a másik oldalra. Aztán Tóttal nem értették meg egymást egy pillanatra. Pusztavár. Tóth Norbert maradott vele. Mohácsi, valamint Mikovics helyére jön vissza Radics, illetve Szabó, Kininél volt a falt, Váradi pedig dobhat kettőt. Első hosszúra emeli. Kettő kimarad. Kini gyorsít föl. Aztán Radics pofoszta a gyűrűbe a labdát. 80-46. Norfi. Perl. Tóth Norbert. Szépen emelte ki Tóth. Ez volt az első kosara. Horváth. Pusztavár. Remek labdát kapott gyűrű fölé. Be is dobja. Megint Bucsora Csaba majd a házigazdáknál, bocsánat, a Falkónál természetesen. Kini labdája, gondolkodott egy darabig. Hát igen, így jártak rosszabbul a szombathelyiek. Nem fújták a faltot, Pusztavár emelte a kezét, aztán most le is tolja egy kicsit talán a sporit. Kapott egy hármast a csapata. Ez Radicsé. Aztán van egy fal Pusztavárnál. Neki ez volt a harmadik hibája. Jön Urázi Krisztoffer hetessel, illetve jön vissza Kucsora Csaba, ő már volt a parketten ma. 6,5 perc van még hátra találkozóból. 35 pont a Falkó előnye. Horváth Ákos.
Sora mellett nem tudott belépni. Tóth Norbertnél a falt. Talapról jöhet majd Kini. Radics eldobja kintről, nem megy be. Morfi fordulhat. Tóth. Jól járatják körbe. Kucsora emelte föl. Most lejött. Kini, most a Radics. Kini kéri vissza. Ez jó. Norfit. Kucsora kilépett. Kini, aztán Horváth lép el. Kucsora mellől. Radics le a sarokba, doktor. Nem megy be. Norfit nyújtózott egy nagyot és begyűjtötte a pattanót. Perl. Nem mentek közelebb hozzá, dob egy hármas. Kini. Betörés után szerez egy kettest. Tóth Norbertet hívja közelebb, Norfrit, aztán ő is fölemel egy távolit. Tóth Norbert közelébe senki nem volt, kényelmesen gyűjtötte be a pattanót. Perl. Radicsé a labda, aztán Kininek teszi tovább, kevesebb, mint 4 perc még a meccsből. Horváth. Még egy hármas Horváth Ákostól, ez a harmadik triplája. 87-56. Perl. Kucsora. Tóth Norbert. Nagyon alacsony ívben emelte föl Tóth Norbert, egyébként nem volt rossz próbálkozás. Doktor, aztán Szabó, Doktor Péter. Gázi ütött oda a kezére. Volt a negyedik fal a házigazdáknál, tehát most kerül bónuszba a zete. Pályán. Radics eléri a 10 pontot. 87-58. Norfrit komótosan ballagott át az alai térfélre a labdával. Kilépett, nem. Nem azt fújták, hanem ott van egy kis összeszólalkozás Kini, illetve Gyurázi Krisztofer között. Jön Kini helyére, kis Raúl. Aztán jön Dancsecs, András Norfin helyére. Most már a fiatalokat küldi föl, Zecskó Szekulovics. Gyurázi
Tóth. Érkezik egy távoli, ez a gyűrű tövén pattant, Mohácsi. Gancsa csemelte föl. Kis Raúl. Újabb Radics dupla. 87-60. Gancsics teszi tovább. Aztán kapja vissza. Radics lábában akadt el a labda. Mohácsi. Elsik a hármas, most már kis a második triplája. Tóth. Lejön. Radics nem vette észre, aztán kis Raúl el tudja hozni Tóth Norbert mellett. Horváth, kis Raúl. Ez is bemegy. Dancsics. Kucsora. Jön az árás, de nem tudta kihasználni elsőre, másodjára már igen. Egy ejtés szépen oldotta meg, az első kosara fiatal játékosnak. Horváth. Tóth Norbert kezéről ment az alfonalon túlra labda. Egyvenkettő másodperc van még hátra. A meccsből magabiztosan nyeri a Falkó a harmadik összecsapást, és ennél sokkal, de sokkal jobb teljesítmény kell az Eténél. Védekezésben is, és támadásban is egyértelműen, ha egyenlíteni akarnak a keddi mérkőzésen Durázinál közben a Falk. Az első büntetőt Mohácsi. Második jó. Hét pontos Mohácsi. Lancsos teszi tovább. Tóth Norbert a végén kapja vissza is, be is ejti az alai gyűrűbe. Átlépik ezzel a 90 pontot a sárga mezesek. Horváth Ákos még beesik a végére, egy hármas, a negyedik triplája Horvátnak. Még egy hazai kosár, 93-70 lett a vége, úgyhogy a végén már szombathelyiek a fiatalokat játszották. Hát meglátjuk, hogy fel tud-e támadni az ETL, meg tudja szorongatni úgy, mint az első hazai összecsapáson a Falkót. Itt egyértelműen a sárga vezesek domináltak, tehát már az első két játékrész után tudni lehetett, hogy ezt a mérkőzést csak a Falkó nyerheti, az első negyedet 28-ra, a másodikat 27-11-re nyerték, 47-19 volt a félidőben, és azt hiszem akkor már tudni lehetett, hogy ez a meccs a Falkói. A folytatás kedden, én megköszönöm a figyelmüket még egyszer, a végeredmény Falkó KC Szombathely ZD-je 93-70, további kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszonthallásra.